A fénygyökér egy olyan gumó, amely Kínából érkezett, és az egyetlen növény, amely ilyen nagy mértékben képes tárolni és elraktározni az életétert és fényétert, különösen a fényétert, és amelyre az embereknek ma a táplálkozásban szükségük van. A fénygyökér segít abban, hogy materializmusmentesen gondolkozzunk. Persze ez nem azt jelenti, ha fénygyökeret eszünk, akkor már nem vagyunk materialisták. A célom az volt, és most is az, hogy a fénygyökér, ellentétben a burgonyával, a spirituális gondolkodást tegye lehetővé. Még a krumpli feladata az volt a 19. század elején, amikor termesztéseit elindult, hogy támogassa a materialista gondolkodást. Mert ezen a folyamaton át kell mennünk. Miért? Mert a burgonyát nem tudjuk teljesen megemészteni a gyomrunkban, hanem a fejnek is részt kell vennie az átalakítási folyamatban. Tehát a fejnek az a része, ahol a spirituális és kreatív gondolkodásnak a székhelye van, arra van felszólítva, hogy vegyen részt az emésztésben. És ez, bár nem csak ez, belevitt minket a materializmusba. És ennek ellenmozdulata a fénygyökér, amely egyáltalán nem terheli meg a fejet, sőt, ellenkezőleg, hiszen a gondolkodáshoz szükséges fényéter erők, amint feloldódnak a szájban, energiaként tudnak teljesen beleáramlani az emésztési folyamatba, a testünkben, és nem terhelnek meg semennyire sem bennünket. A fénygyökér egy olyan gyökér, vagyis olyan gumó, mint a burgonya. Csak éppen nem tartozik a burgonya félék közé. Nagyon mélyen le tud nőni a földbe, és elérheti akár a másfél-két méteres mélységet. Felfelé pedig kúszó növényként viselkedik, és akár 15 méter magasra is megnőhet. De mivel kapaszkodik, csavarodik, ezért nem lesz ennyire magas, és ezért el lehet ültetni melegházban. Az a nehézségünk, hogy nincsenek itt olyan földjeink, ahonnan ezt a mélyre növő növényt be tudnánk takarítani. Ilyen mélyre nem tudunk lehatolni, és földünk is nagyon sűrű. Kínában és Japánban hatalmas árkokat ásnak hozzá, és vannak eszközeik is, hogy ki tudják szedni a föld mélyéből a gumókat. Mi itt még nem tartunk. A mi gazdaságunkban olyan növényeket szeretnénk termeszteni, melyek nem ennyire hihetetlenül hosszúak, és ezért a gazdák gyorsabban is egyre többen tudják majd termelni. És ezt próbáljuk meg mi itt célként kitűzni a laborunkban, kísérleteinkben, hogy talán el is jussunk idáig. A gazdaságunkban arra koncentrálunk, hogy csak fűszernövényeket, a fénygyökeret és rózsákat termesszünk.
Ezekhez a területekhez megvannak az embereink, akik ezért felelősek. És aztán itt van még közös feladatnak a feldolgozás. Miért? Mert a feldolgozás nagyon érzékeny és kényes dolog, hiszen a fénygyökér bizonyos körülmények mellett veszíthet a minőségéből. És ezért döntöttünk úgy, hogy a feldolgozást is mi magunk végezzük. A gumókat darabokra vágjuk, szárítjuk olyan egészen speciális kemencében, melyek kevés elektromossággal működnek. Aztán megőrüljük, és borként és csipként áruljuk. Ehhez is van egy csoport, aki ezzel foglalatoskodik. És aztán van még a szállítási csoport, és van a bolt, ahol helyben árusítjuk. Nos, nem egyszerű ezeket a területeket jól összehangolni. Korábban hetenként tartottunk megbeszélést, konferenciát, de volt nemrégiben egy kis töréspontunk, és most nehéz újból összehozni mindent. Voltak elbocsájtások, és most előttünk áll a feladat, hogy újra alakuljunk, hogy alapjaiban új szociális formát találjunk, és hozzunk létre itt, az Andreashofban. Tehát találkozunk a konferenciákon, észleljük, észrevesszük az embereket, a többi területről is, ahol tevékenyek, és megpróbáljuk úgy csatlakoztatni őket, hogy mindenki, de tényleg mindenki felelősnek érezze magát mindenért, az egészért. És végül is ez a végső, alig elérhető cél. Mindig vannak emberek, akiket az egész érdekli, és akik az egészért éreznek felelősséget, és mindig vannak olyanok, akik idejönnek, és csak a saját kis dolgukat végzik el. És most ez a dolgunk, hogy ezt a szövetséget kidolgozzuk. Ezért dolgoztunk szociális tanácsadókkal, Livhood bizonyos gondolatait engedtük beáramolni azzal kapcsolatban, hogy szociális területen hogyan is bánunk egymással. Azt mondanám, a legnagyobb könnyítés az jelenteni számunkra, ha a jövedelem nem lenne összekapcsolva a munkával. Tehát, ha megy, nem lenne a munka és a bér összepárosítva. És ha ezt sikerülne megvalósítani, tehát, hogy mindenki elvégzi a munkáját, és emellett megkapja azt a bért, amire szüksége van az életben, de nem úgy, hogy szorosan összekapcsolódik a kettő. És ezt tartanám fontos célnak, hogy ezt körültekintően, óvatosan megvalósítsuk. Tehát, hogy egy példát mondjak. Valaki megveszi a fénygyökeret, aztán megeszi, és aztán azt mondja, most már megvilágosodtam. Vagy például egy beszélgetőkörben valaki azt mondja, együnk inkább mindannyian fénygyökeret, és akkor értelmesebben beszélgetünk majd. Jobban megy majd, ugye? De egyébként ez így is van. Kipróbáltuk. Tényleg. Ha valaki valamilyen probléma megbeszélése előtt fénygyökeret eszik, akkor utána könnyebb lesz. Tehát tényleg segít. De persze erre logikusan nincs garancia. Ha felvágjuk a gumót, akkor érdekes módon nagyon nyálkás belül. Van egy egészen erős nyálkás réteg benne. Feltehetően ebben rejlik a fénygyökér képessége, hogy el tudja raktározni a fényétert. Meg kell persze kérdeznünk, hogy hogyan is tudja ezt, ez a növény. És akkor van még egy sajátossága. A vastagsága lent. Ez a növény lent nagyobb, mint fent. Pont ellenkezőleg, mint a krumpli. Ami fent húsos, lent pedig sovány. A mi növényünk legfelül vékony, utána jön ez az egyméteres kanyargós rész, és aztán a földben megvastagszik, kiszélesedik. Általában elmondhatjuk, hogy a normális, szokványos növények a kozmosztól többé-kevésbé leválasztottak. És a biodinamikus mezőgazdaságnak a maga preparátum készítési módjával és az egyéb területeivel az a fő célja, hogy a növényt újra összekösse a kozmosszal. És ez az végső soron,
ami az embernek is segít abban, hogy könnyebben tudjon dolgozni, foglalkozni kozmikus gondolatokkal, könnyebben össze tudja magát kötni a kozmosszal. És ezért lesz a jövő élelme, hogy olyan növényeink vannak, amelyeket ilyen gazdasági módon termesztünk. Az ember egy látható és egy láthatatlan emberből áll. A bennünk lakozó láthatatlan ember egészen közel van a látható emberhez. Határos az úgynevezett erőtesttel, ahogy azt nevezzük. Ezt az erőtestet nevezi Rudolf Steiner étertestnek. És az étertest maga négy minőségből áll. Egy hőminőségből, egy fényminőségből, egy vízminőségből és egy földi minőségből. És a különböző, ezekhez tartozó életerőket nevezzük éternek. Hőéternek, fényéternek, kémiai éternek és életéternek. Így nevezi Steiner ezeket. És ez a fényéter, vagy mondjuk inkább ez az étertest tartalmazza a fényétert, és ez van egészen különösen elraktározva ebben a növényben. És ez is egyben a nagy kérdés, vagy feladat, amivel dolgoznunk kell. Lelkesedés nélkül, fiatalos lelkesedés nélkül azonban semmi ilyesmit nem tudunk csinálni. Látjuk, ahogy a fiatalok ide tódulnak, ismét magukénak akarják tudni az életet, az élőt, lelkesen részt akarnak venni a Föld egészségének megteremtésében, és ez a mi fő törekvésünk is. Thank you.